Azt gondolom, hogy a hagyomány és az identitás fontos része az életünknek. A közösségszervező szak az ehhez szükséges tudást biztosítja, és a közösségszervezői kompetenciák segítségével hidat tudunk képezni a vallásos és a nem vallásos közösségek között. Én egy évvel ezelőtt végeztem, és én azon szerencsés vagyok, aki a diploma megszerzése után egy hónappal megkapta az állomállását, ahova amióta az eszemet tudom, mindig is kerülni szerettem volna. A Sejber Sándor iskolában tudtam elhelyezkedni, ahol a mai napig segíthetem az ottani tanulók közösségi fejlődését. Nem csak a diploma ér sokat az én életemben, hanem az a tudás, amit itt megszereztem. Környezetemben, családomban, ismerőseim körében is. Nagyon sok olyan embernek adtam át azt a tudást, amit itt elsajátítottam. Azért szeretek itt tanítani, mert az idejáró diákok nagyon sokszínű háttérrel rendelkeznek. Ezért aztán nagyon nyitottak, érdeklődőek és befogadóak. Az a célunk, hogy amikor kikerülnek az életbe, igazi közösségépítő emberek legyenek belőlünk.